Majdnem, hogy halva születtem, 1 kg 85 dekával, 8 hónapra, szinte életképtelen voltam. A reggel viszont már fel volt írva a nevem egy koporsóra, hogy Kuti Déneske született és meghalt 1952. Aztán valahogy megmaradtam. Egész életemben félig városinak és félig falusinak éreztem magam, ugyanis kis óvodás korunk óta az öcsémmel minket a vakáció, minden vakáció első napján letettek Sófranán a nagyszüleimnél, és az itt eltöltött millió színes pillanat, a falusi élet minden pillanata a munkával, az ünnepléssel együtt úgy érzem, hogy későbbi festői lelkületemet mélyen meghatározták. Na hát ebben a művészetek templomában én mindig egy elveszett kisfiú voltam, önbizalmam szinte semmi, mindenkit sokkal tehetségesebbnek és jobbnak láttam, mint magamat. És az a bizonyos Kuti zöld, amit nekem tulajdonítanak, lehetséges, hogy innen a kultúrpalota tükörtermében a Roth Miksa üvegfestményeiből származnak? A 1971-ben az érettségi után én is feljöttem Kolozsvárra a John Andrészkó Egyetemre felvételizni. Aztán elkezdődtek kolozsvári egyetemi éveim, teltek a napok, hetek, hónapok. Sajnos pozitív visszajelzéseim nem nagyon voltak, kisebb rendűségű érzéseim nagyon megmaradtak, de a másodév végi vakációban, hál' Istennek, megtörténhetett a csoda. Na és ime, aki annak idején kikívánkozott belőlem, a Mózes, Michelangelo Mózese, az egyik legtehetségesebb diák az egész egyetemről, a Wittenbinder János, ahogy meglátta, felkeresett, és innen kezdődött nekünk az a két év, amelyik ugrasztott engem a fejlődésben. És jött a megvédés, ott megtetéztem avval, hogy olyanokat írtam a megvédésbe, hogy szeretem a zöldre festett új kapukat, vagy kerítéseket, a mezőn játszadozó gyerekeket, a virágokat, a sárgákat, a zöldeket, de talán a pirosakat is. Tehát abszolút ilyen Trisztán cárás, akkor ugye felfedezve az újat, nyomtam én a forradalmat. A festmények sorjába a gyűrtmező után jött az ösvény után az évszakok után a fordított perspektíva. A Golgotán a kereszt, ahova árnyékot vet, ott nő a fű, tehát van élet, ahol van hit, ott van élet. 83 körül, mikor ezt festettem, nagyon-nagyon sok türelmem volt, és most ugyanannyi van. Külön hálás vagyok a sorsnak, hogy 58 éve már csak festhetek, és festek, és festek. No, amikor megkérdezték az öreg Jungert, hogy Junger úr, maga miért nem megy ki Izraelbe? Hát ott vannak a gazdag rokonai, és innen is már mindenki kiment. Akkor nagyon frappánsan azt válaszolta az öreg, hogy tudják mit, kérem, inkább itt bánjam meg, hogy nem mentem ki, mint hogy ott bánjam meg, hogy kimentem.
Aztán ehhez én még csak egy annyit mondanék, hogy amikor az ember már azon tud gondolkodni egyáltalán, hogy kimenjen vagy ne menjen, akkor már el is vesztette a hazáját.